mindenkit ezen a mai ünnepi alkalmon. A véletlen és a sors a legjobb forgatókönyvíró, ma nem csak a csodálatos írónő Szabó Magda 100. születésnapját ünnepeljük, ami a mai napon lenne Magda néni, ahogy sokan szólították, és nekem is volt szerencsém vele találkozni, szólítottuk, ma lenne 100 éves, de azon kívül a mai délutáni előadás az Abigail 250. előadása, úgyhogy egy kettős jubileumot ünnepelünk. A kulturális intézményeknek, és hiszem, hogy a kulturpolitikának is feladata gondot viselni azokra a különleges értékeinkre, amelyek nélkül szegényebb lenne a szellemi és a tárgyi kulturális örökségünk. A művészet önként vállalt feladata pedig úgy őrizni meg a régi alkotásokat, hogy közben a jelenre reflektálva mai nyelvre fordítja le, a ma embere számára teszi azokat elérhetővé és egyben befogadhatóvá. Nagy öröm, hogy jól reflektálva a kor igényeire, a Budapesti Operett Színház kezdeményezésére elkészülhetett 2008-ra az a mű, amely mára országszerte ismét óriási sikerrel, musical változatban hozza már 250. alkalommal a közönség elé ezt az óriási alkotást. Egy nagyon különleges hangulatú kiállítás, és talán éppen az Abigail miatt különleges hangulatú kiállítás, ami egyúttal jelzi ennek a műnek a kultikus jellegét, hiszen a kiállításban egy ilyen furcsa kis konstrukcióban lehet üzenetet hagyni Abigailnek. És akár hiszik, akár nem, az elmúlt alig néhány hónapban több száz üzenetet hagytak a látogatók. A jó napot kívánok Isten áldásával, mint Zsuzsanna testvér, és jó volna, hogyha a Füredízéből megszólalna most egy dallam, ebből fogok felolvasni egy kicsi részletet. Mertünk a ház elé, a sűrű illatos bokrok között. Szeretnél testvért, kérdi apám, menjen már, feleltem, tacás tultus! Apám dramatikai fegyelme megcáfolta voltaképpen vérfagyasztónak ígérkező közeljövőt. Azonnal javította. Stulte, ha már lehülyézel, vocatibus. Vocatibus, mondta megedelmesen. Ez ment, a latin. Egyéb nem, mert ami belépésekor következett ecsetelésére nincs az anyanyelven szókincs. Én csak ütöm a követ az ötlömmel, hogy keljen fel és jöjjön vissza. És gyakorlatlanul síró szememből ömlik a könyv. Arra szeretném megkérni a nyíregyházi fiatalokat, illetve a szereplőket, hogy miközben énekeljük a dalt, legyenek kedvesek, fáradjanak ide az elhelyezett három darab vázához, és tegyük le az emlékezés virágait közösen. És most pedig, aki tudja, és valószínűleg már sokan vannak, énekelje velünk, hogy eljön az ember, mint a mesében.